A tavalyi siker után természetes volt, hogy idén is megrendezték a Musztó kupát, azaz a klubok bajnokságát, melyen a hazai egyesületek vívtak presztízs meccset elit kormányosok vezette One Design hajókkal. A második klubok bajnokságán idén 7 hajó indult. Lehet, hogy kicsit kevésnek tűnik ez a létszám, de mind kimagasló sportteljesítményt elért kormányosok vitték a hajókat. 5 futamot sikerült lebonyolítani ragyogó szélviszonyok között. A klubok bajnokságához mértő időjárás volt. Kik indultak a versenyen? Meg kell említeni először is Majtényi Szabolcsot, többszörös világbajnokot, Litkei Farkast, aki 10-szeres kékszalag győztest, Cégai Péter olimpikon, illetve többszörös tengeri bajnok, Detré testvéreket, és hát akiket talán nem soroltam föl, azok is kiemelkedő tudású vitorlázók voltak. Tavaly te nyertél. Most mi volt az oka idején, hogy ez nem sikerült? Ugye egyrészt kölcsönhajóval megyünk, és a csapat egy kicsit későn jött össze, ugye korán van, tavasz van, egy nap edzés minimum kellett volna nekünk. Egy kicsit felkészületlenül vettük ezt a versenyt. Hogy állt fel a csapatotok? Én, mint edző, kerültem a hajóra, és magam köré gyűjtöttem 470-es és 420-as legénységet, illetve kormányosokat. Ez volt a csapatunk. Grams Dominik, ő volt a kormányos a csapatban, én pedig a legénység szerepében vettem ki a részemet. Hogy tetszett a verseny? Hát érdekes volt, bár én inkább a kis hajókat preferálom, de érdekes volt egyszer egy ilyen nagy hajóval megmérettetni, meg így a klubtársakkal kicsit összedolgozni. Jó volt. Milyen érzés volt ilyen ellenfelekkel versenyezni? Hát jó volt, viszont kicsit érdekes volt, mert itt nekünk nem volt ugye annyira nagy nevünk, és mégis így azért versenybe tudtunk maradni a többiekkel. Jó volt, és tudtunk azért jó helyezéseket is menni. Kicsit ilyen fair play-esen vitorláztunk, meg nem nagyon adtak nekünk elsőbséget, azért ez máskor jobb lenne, hogyha kicsit több elsőbséget adnának, attól függetlenül, hogy nekünk nincsen olyan nevünk például. A versenyen voltak fiatalok és idősebb csapatok is, a ti csapatotok hogy ment? Úgy érzem, hogy a körülményekhez képest jól mentünk, mert ugye ez nem a mi hajóosztályunk, csak beugrottunk ebbe. És az a nehézség, hogy a versenyzők csak a klubból lehetnek, de most nagyon nehéz így összeszedni egy csapatot, hogy mindenki csak abból a klubból lehet. Így ezért hát ahhoz képest, hogy hihetetlen erős szélben ment a verseny, szerintem helytáltunk. Egy jó hagyományt teremtettek itt, mert nagyon izgalmas, egy újszerű verseny, ahol ilyen checkpointok vannak a pálya közepén, ahol a verseny pillanatnyi állását figyelemmel lehet kísérni. Ugye a vitorlás sport azért kicsit olyan nehézkes a laikusok számára, mert nem látja, hogy áll a verseny. Na most, hogyha így összetereli egy kapuba több ízbe is a versenyzőket, akkor viszont nyomon tudja követni, na most hogy áll ez a verseny. Hát persze ahhoz egy kicsit közel kell menni, mert az elég messze van a parttól az a pálya. Jó mentünk végül is a versenyen, végül elégedettek lehetünk magunkkal. Egy ponttal kaptunk ki egy 8-szoros világbajnoktól, hogy nem szégyen az ilyesmét, de nagyon szoros meccs volt. Olyan nagy nevek vitorláznak együtt ezen a versenyt, tehát olyan nagy bajnokok, és ugye többszörös magyar bajnokok, világbajnokok, olimpikonok, hogy ez példaértékű, és a márka az abszolút egy top brand, tehát magasra pozícionált márka, és ehhez szerintem nagyon passzol egy ilyen minőségi verseny. A klubok bajnokságát a 8-szoros világ és 4-szeres Európa bajnok Majtényi Szabolcs kormányzásával a Spartacus nyerte.